és komcsizik és hasonló kifejezéseket használ. Ez a proaktív kommunikáció? Hát azok a bírók. Köszönöm. Komcsik mindegyik. Szándékosan vagy véletlenül bekapcsolt mikrofon előtt saját stílusában kritizálta a fideszes Budai Gyula ezúttal a bírókat. Az igazságügyi bizottságban Polt Péter meghallgatás alatt kommentálta a hozzászólásokat. A komcsizásnál azonban nem állt meg. Egy másik képviselőt, a maradj csendben, nem kaptál szót, gyökér kifejezésekkel utasított rendre, szintén a kamerák előtt. Budai Gyula komcsizós beszólására a bírói egyesület is reagált. Azt írják, a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás pártatlanságának és függetlenségének csorbítására. Sándor Zsuzsa a vendégem, jó estét, szervusz! Jó estét, szervusz! Hát a híradóban már láthatták a megszólalásodat a témával kapcsolatban, kollégám megkérdezett téged, amikor is azt mondta, hogy nem lepődtél meg. Na de hát ezen tényleg nem lepődsz meg, hogy valaki az egész bírói karra, vagy többségére azt mondja, hogy ezek mind komcsik, majd egy képviselőtársára azt mondja, hogy nem kaptál szót, te gyökér. Azért nem lepődtem meg, mert ez Budai Gyula mondta. Tehát Budai Gyulával kapcsolatban nincsenek illúzióim egyik kijelentésével se, hát azért jól ismerjük őt, jól ismerjük a stílusát, jól ismerjük az eddigi fantasztikus tevékenységét, úgyhogy tőle ezek nem olyan nagyon meglepő állítások, nevetségesek inkább. De Lázár János is tett megjegyzést Bak Andrásra, tehát ő szerinte haragszik a magyar kormányra, és ezért döntött úgy, hogy a TAO pénzek azok bizony közpénzek. Ezért ez elég meredek állítás. Hát egyáltalán az, hogy a politikusok vagy egyes bírót, mint jelen esetben Lázár, Bak Andrást kritizálnak, máskor a bíróságot, időnként a konkrét ügyekben hozott döntéseket. Ez megengedhetetlen. Ezt nem lehetne csinálni. Én azért nem lepődök meg ezen, mert 8 éve ez történik. Meg kell mondjam, korábban is volt ilyen, de akkor nagyon határozottan kiállt a bíróság, sőt, annak idején még Bárándi Péter volt az, aki azt mondta azt a felejthetetlen mondást, hogy ég az arcom az igazságszolgáltatás nevében, igen, vagy miatt, tehát előfordult. De az, ami most az utóbbi években folyik, hogy gátlástalanul a politika rátelepszik a bíróságra, kritizálja, a döntéseit kétségbe vonja, sőt, most már eljutottunk nem is először odáig, hogy a parlament kimond valakit kvázi bűnösnek, azelőtt, hogy akár a nyomozás befejeződött volna, lásd például a Ceglédi ügyet. Ez nagyon súlyos egyébként, aztán visszatérünk a bíróságra, tehát itt konkrétan elfogadtak egy olyan határozati javaslatot, és egy olyan döntés született, hogy van egy ember, aki ellen nyomoznak, és a cége ellen, és annak tevékenysége ellen nyomoznak, tehát a nyomozás, ahogy mondtad, nem fejeződött be, tehát a vádemelés az meg főleg nem, tehát hogy ezt ugye meg kell, hogy előzze, bár most már lehet, hogy a mai Magyarországon már nem tudjuk, hogy melyik előzi, de a másik. Ez az ítélet. Az ítélet, bocsánat, adunk egy másik magat. De hogy a parlament elfogad tényleg egy ilyen, tehát hoz egy ilyen döntést, hogy konkrétan kimondja, tehát szó szerint kimondja, hogy megkárosított ez az ember más embereket, és azt most jól kifizetjük. Tehát szóban egyébként már volt ilyen a Vörösiszap kapcsán. Volt bizony, a Vörösiszap katasztrófa után 3-4 nappal Orbán Viktor már pontosan tudta, hogy kik a bűnösök. És ugye amikor megszületett az elsőfokú felmentő ítélet, akkor hát még azok a polgármesterek is tüntetést szerveztek, akiknek bizony felelősségük volt abban, hogy mennyire értesítették a saját városuknak vagy falujuknak a lakosságát. Tehát, de ez az ő, hogy mondjam, őket sokkal jobban meg lehet érteni, akik ott ezt az iszonyatos katasztrófát elszenvedték. De akkor is ez történt, hogy Orbán Viktor, mondom, harmadik vagy negyedik napon a katasztrófát követően már kimondta, hogy a MOL ZRT vezetői és dolgozói azok, akik felelnek ezért a katasztrófáért. Tehát a Cegléd ügyben nem először történt meg az, hogy politikus kvázi ítéletet mondott. Igen, csak itt
ezt papírra, tehát hogy elfogadtak valamit, ami gyakorlatilag már az áldozatoknak a kártalanítása. Igen, a Vörösiszap perben is országgyűlési határozatot hoztak arról, hogy kik a bűnösök. Tehát azért mondom, hogy nem példanélküli a dolog, de elképesztő, mind a két eset elképesztő, és mondom, itt tényleg hát folyik a nyomozás, hogy hogy állnak a bizonyítékok, azt igazából nem lehet tudni. Egyelőre nem hallani olyan döntő bizonyítékról, amelynek alapján akár csak azt lehetne mondani, hogy nagy valószínűséggel bűnös lenne Ceglédi. Nincs egyelőre ilyen bizonyíték az ügyben. Ennek ellenére a parlament, amelyiknek nincs köze ehhez, a kormány, amelyiknek nincs köze ehhez, az kvázi kimondja a bűnösségét. Hát ráadásul jól kihangsúlyozva, hogy az MSZP, DK közös jelöltjeként valamikor induló képviselő is egyben az illető. Ez egyrészt nyilvánvaló, hogy ez a politikai cirkusz ugye már a választáshoz kapcsolódik, másrészt pedig, hogy egyáltalán fittyet hánynak arra, hogy a bíróság egy önálló hatalmi ág, és a politikának abban nem szabadna beleszólni, semmilyen szinten. De most hogy lettek a bírók koncsik? Hát hiszen mennyi 200, vagy 200 bírót rúgott ki a Fidesz kormány? Igen, hát úgy látszik, rosszul válogattak. Hát 2012-ben is már az volt a... Ez nagyon gáz, lehet, hogy kirúgták a nem komcsikat, és véletlenül hát, komcsikat hagyták. Úgy látszik, hogy csak ez történhetett, hogy 2012-ben is ugye erre hivatkoztak, amikor 200 valahány bírót egy év alatt kirúgtak, hogy hát ugye ezek kommunisták a régi rendszernek a tagjai és szolgálói, hát ezek szerint rosszul válogattak. És azok az emberek, akiket már ők ültettek a bírói székbe, azok úgy látszik, azok is komcsik. Nincs más magyarázat. Baka András meg a fő komcsi. Azt nyilvánvaló. Hát köszönöm szépen, hogy megtudhattuk ennek történelmi hátterét, és köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.